Néhány nappal ezelőtt egy kisebb aszteroida csapódott be Kanadában, az íritó közelében. Az alig egyméteres égítest nem okozott semmilyen kárt, de az eseményt rengetegen látták. A tűzgömbről több fotó és videó is készült. Erről is szó lesz most a következő percekben. Fábián Barna folytatja. Köszönöm szépen Kis László professzor úr, a vendégem a és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Szép jó estét kívánok! kívánok. Szép jó estét kívánok. Ezt nem lehetett előre látni, mert olvasom, hogy egy méteres lehetett, de két naponta lehet hallani, olyan vasztervida jön, hogy jó, jó, de hál' Istenek elkerül bennünket, azokat látták ezt meg? Nem? Hát ugye ezt három és fél órával a becsapódása előtt sikerült felfedezni. A NASA által finanszírozott Catalina Sky Survey amerikai égbolt felmérő programnak. Ez a csillagászat történetében a hatodik alkalom volt, hogy egy kis tested becsapódása előtt sikerült csillagászati távcsővel fölfedezni. És akkor itt hadd kezdjem el verni már bocsánat a büszke magyar dobokat, hogy ebből a hat ilyen alkalomból öt az észak-amerikai szakcsillagász programokhoz kötődött, egy pedig Magyarországról, Sárezki Krisztián idén márciusban. Ugye a 2022 EB5 jelzésű kiségítest, ami ettől nagyobb volt, 3-4 méteres a nagyjából fél zsiráfnyi méretű valami szikla volt, ami egy 4 kilótonnás robbanásra fejezte be az életét Izland fölött, az is idén volt. Tehát most látszik, hogy 2022-ben az égbolt felmérő programok ad egy, és a szerencse ad kettő, összeszorozzák egymást, és hozzák ki az ilyen dolgokat. Tehát a lényeg, hogy ezen a területen mi itt magyarok, és különösképpen Sájnszki Krisztián és a hozzá kapcsolódó kisbolygó felfedező aktivitás, az abszolút a top élvonalban van a világ szinten is, és ez a friss november 18 19 éjszakán történt felfedezés, egy nagyon hasonló esemény sorozat volt, mint hogy március 11-én lejátszódott pár hónappal ezelőtt. Amerikai csillagászok figyelik az eget, a NASA által megkapott feladatként, találjuk meg azokat az égi meg potenciálisan becsapódhatnak a Földünkbe. Nyilván minél korábban tudjuk felfedezni, annál korábban tudunk tenni ellene. Ha néhány óráról beszélünk, és egy nagyváros a célpont, akkor maximum ki lehet üríteni egy várost. De ugye ezeket, amiket néhány órával becsapódás előtt fedezünk föl, még ezeket nem kell annyira félelmetesnek tekinteni, mert néhány méteresek, ezek, ezek ellen a földi légkör jó védelem behullik a földi légkörbe, nagy sebességgel mozog, akár 100 000 km per órás sebességgel mozog hozzánk képest, és nagy sebessége. Ugye a légkörben fölizzik, fölrobban, szétrobban, hullik az Afrika az égből, a robbanás hangja betöri az ablakokat, ugye Cseljabinszk 10 évvel ezelőtt pont ezt élt át egy 10 méteres szikla kor, több ezer ember megsérült. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amik valós kozmikus hatások, ami földi életünket befolyásolják, és a csillagászok részt vehetnek egy planetáris védelem, bolygóvédelemnek nevezhető aktivitásban, és nem kell kinevetni a dolgot, mert tényleg így hívják. Ugye a Planetary Defense, és van még egy C betű Office, az amerikai változat, meg van az ESA-nak, az Európai Ügyvédségnek is egy Planetary Defense Office, tehát bolygóvédelmi hivatal. Tehát nem úgy ez, 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 a kontextus, amiben bele lehet helyezni a friss esemély. Tehát hogy ez a kis bolygók, az a kis asztalodőek úgy kell képzelni, hogy nem az, hogy becsapódik a föl dang, egy ne, hatalmas nem, kát, nem, ugye, Ez itt egy olyan lenne, amit a háttérben, ez nagyon szép, ez egy ilyen kis, lényegben egy kocka alakú is, egy szonda járt a közelében, nem ez talán a Ryugu vagy a másik, most kettőnél is járt, és mindeket ugyanúgy néz ki. Ezek a egyméteres, méteres, két méteres, én vagyok hogy egy egyméteres nagy ilyen szikla, ha én bejövök, akkor én nagyrészt részt elpárologok a földi légkörbe, a, a, fölizzok több ezer fokos hőmérséket, és én ezt nem élem túl. És mi van, ha de ha nagyob? egy nagyobb? már igen, a nagyobbnak a belseje igen, és az üthet. Ha főleg a lakott területen történik az esemény. itt most az, ez azért is szólt akkor, át, bocsánat, mert Toronto, ugye Kanada legnagyobb városa, a, nagy tavak partján, ott hullad be az egész, Éjfél után már a helyi időben, de azért sokan lefotózták az egészet, sokan látták, tényleg teliholdnál is fényes. Ó, ott hullik a nagy valami! Ezt látták a kanadaiak ezrei, tehát ezért is szólt ezekkorát. Nem lehet -e eltéríteni a nagyobbakat? Hát ha három és fél órával korábban látjuk, akkor nem. Ha már húsz nappal, akkor még akkor sem. Ha már egy év előre tudjuk, hogy majd jövőre, vagy öt év előre tudjuk, hogy majd öt év múlva esetleg ez becsap, belénk jöhet, mondjuk egy nagyobb, egy száz méteres darab, akkor már viszont relevánsá válik az a NASA űrkísérlet, ami szeptemberben történt, ugye amikor a Didymos és Dimorphos kisbolygó kettős közül a holdacskát eltalálta, Ugye a DART kísérlet, egy 600 kg-os nagy ütést, ütést megvalósító eszköz belerepített a NASA egy kis holdba. És akkor lehetett látni, hogy megváltozott a holdnak a keringési periódusa. Tehát így szépen lehet látni, hogy miközben a hollywoodi mozik ezt a témát fölföl -föl dolgozzák időnként, ilyen filmbe, olyan filmbe, a tudósok, az űrkutatók, a csillagászok kéz a kézben haladnak a felé, hogy ez a bolygóvédelem, ez létrejöjjön. Tehát most ott tartunk, hogy egy nagyobb jön, és nem veszik észre idővel, akkor csak a kiürítés jön szóba. Így van, a legnagyobbakat, a kilométereseket, amelyek tényleg akár országokat képesek eltörölni, azokat már mind ismerjük. Ezt onnan lehet tudni, hogy lényegében egy kilométeres átmérő földpályát, is kisbolygót, lényegében már tíz éve nem találtunk újat. Még az ilyen százméteresekből még folyamatosan jönnek, újak és újak és újak, ugye Krisztiánnak, Sánszikisztának ez egy nagy örömet okozó tevékenység, az ilyen három négy méteresekből meg millióval. Ezek valójában már nem is kis bolygók, hanem olyan meteoroidok, amelyek, hogyha behullanak a föld légkörében, akkor meteoritként le, leeshetnek a föld felszín. De nagyobbakat ismerjük, a pályájukat is ismerjük, tehát Így tudjuk van, számolni. Így van, és tud, ki tudjuk számolni, mm -hmm. hogy majd akkor tíz év múlva lesz egy ilyen. 2029. április 13-án, én tudom, hogy ön mit fog csinálni, az péntek 13 lesz, ki fog menni szépen az ég alá, az esti égen az Apophis nevű kisbolygó, ami tényleg ilyen egy méretű valami, sőt, még talán nagyobb is fog pár ezer kilométerre elrepülni a Föld mellett, és olyan fényes csillag lesz, Magyarországról, a péntek esti égről is megfigyelhető, mint egy fényes csillag a göncöl szekérből. Na, az például egy olyan égi amiről már most tudjuk, hogy majd 7 év múlva, vagy Na én erre már, 8 már 8 jó múlva, 29. péntek 13. áprilisban lesz egy ilyen, és akkor megnézhetjük akár távcső, és is, hogy nem gömb alakú. Tehát ezeket mi ki tudjuk számolni előre, és az a cél, hogy minél többre, minél kisebbre képesek legyünk előjelezni azt, hogy mikor, merre jár, mert ugye itt a földi légkör megvédett minket, de ha én egy űrhajós leszek a Holdon, egy űrhajós leszek a Marson, egy űrhajós leszek a nemzetközi űrállomáson, nem biztos, hogy bármi is megvéd, hát ha odébb megyek, az megvéd. Tehát tudnom kell, hogy mikor, merre járnak ezek az űrsziklák. tudom, hogy a űrállomást pedig lehet feljebb, lejjebb vinni, ahol ilyen veszélyben ez eltalálta volna. Hát akkor nem éltál volna túl, hát egy egyméteres sziklát, hát ugye egy, ilyen szikláknak a mozgását a nap gravitációs tere határozza meg, akkora sebessége mozognak a nap körül, mint a Föld, az 30 km per szekundum, 108 km per óra, ha szembe jön akár 200 000 km per sebesség is, le, az ezerszer gyorsabb, mint a Forma 1-es autó. A mozgás energiája egymilliószor nagyobb, az üt, ott semmi nem marad. De tehát ezért tudni kell, de nyilván ezért, ezért kell figyelni, hogy az űr szemetet is ezért kell figyelni, amikor a kínaiak szétrobbantanak valamit, akkor utána az európaiak, meg az amerikaiak figyelik, hogy már röpködnek a csavarok, meg a darabkák, már repeszek, mert azoknál is ki kell térni az útjukból, nincs más megoldás. Most akkor ez a századik magyar Földszerű. A századik magyar, ilyen, most volt egy ilyen évfordulónk, vagy hát egy kerek évszámunk, ugye ez tíz 10 a száz. Ugye Sárszi Krisztián az elmúlt két évben nagyon megtolta a földsúroló kisbolygók felfedezését. Ugye piszkés a Schmidt távcsövünkkel megindult a földközel égi testeknek a ipari mennyiségű felfedezés, amikor 2016 és 2020 között eltapsoltunk rá egyen, nagyjából egy nagyjából 1 milliárd forintos nagyon komoly fejlesztési pályázatot, egy ginoppályázatot, és hát lehet látni, hogy 20 befejeztük a projektet, és most két évvel később gyakorlatilag minden héten találunk egy olyat, amiről azt ígértük meg, hogy minden héten fogunk találni egyet. Tehát jó helyre ment az a kutatásfinanszírozás, ami 2016 és 20 között egy tényleg nemzetközi élvonalba fölhúzta a piszkéstető obszervatóriumnak a csillagászati képességeit. Tényleg a nemzetközi élvonalban az ilyen típusú felfedezéseknél a magyar csillagászok hol állnak? Hát nézze, olyan jól állunk, hogy most decemberben kaptunk egy meghívót, Krisztián mellett én magam is, az Európai Bizottság, a European Commission, ugye az EU, illetve az Európai Űrügynökség közösen tart Darmstadtban, az ESOC-ban egy, egy, egy workshopot, egy 90 fő részét tartott workshopot, hogy hogyan fogjon össze az Európai Bizottság, az Európai Unió, és az Európai Űrügynökség a földi kozmikus védelem érdekében, és a második mondat az arról szól, hogy a 2022 EB5 márciusi fölfedezése óta világosá vált mindenki számára hogy ezek fontos dolgok, a mi felfedezésünket, Sánci Krisztián felfedezését használja apropóként az Európai Bizottság és az EISA. Bocsánat, ettől már följebb az élvonalban nem lehetnénk. Ez hogy történik, hogy a magyar kollégák is a csillagászok kémlelik a... -e? Dehogy, hát számítógéppel vagy minden digitális kamerával, koordináták kimérésénél ott van némi kreativitása szükség, nem is kevésre, mert hogy a... Ugye gyorsan mozgó dolgokat kell keresni, készülnek a képek, pontok vannak rajta, azok a csillagok, amik mozognak hozzá a képes, azok a kis bolygók. Fel kell őket ismerni, automatikus szoftverek fölismerik, de azt, ami éppen felénk jön, nem föltétlen ismeri fel a szoftver automatikusan, hogy az éppen felénk jön, tehát az emberi agy, a kreativitása és alakfelismerő képessége is szükséges. Például a március 11 i sikerhez ez, 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 kellett Krisztiának a kitartása és a, az elszántsága, hogy mindig azonnal elkezdi átnézni a piszkés tetőről képeket. Szóval ezek izgalmas dolgok. Professzor úr, nagyon szépen köszönöm. Szívesen máskor is.